Sziasztok! Trianon 100 éves évfordulója alkalmából egy különleges szakmát, a kopjafa faragó mesterséget mutatjuk meg nektek. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velem! Hogyan talált rád ez a hivatás? Hát ez tényleg így van, hogy a hivatás talált rám, és nem én rá. De azt tudni kell, hogy Székelyföldön, pláne abban az időben, amikor én születtem, ott minden gyerek nyitott bicskával a kezében születik, és azonnal neki fog faragni. Tehát 3-4 éves korunkban a fűzfát hegyeztük, kardokat csináltunk, paritjákat, sípokat, írott pálcákat, de tényleg óvodáskor előtt. Az állatokat terelgettük kint a falu végen, az rengeteg sok szabadidőt feltételezett, és hát akkor nem volt ilyen, hogy tévé, film, a saját fantáziánk alapján, meg olvasmány élmények alapján teljes háborúkat lejátszottunk ott, meg felfegyvereztük magunkat, meg az nem is volt gyerek, akinek egy láncon csüngő halasbicskája nem volt a zsebébe, és azt nem tudta megélezni, de hát akkor nem voltak ilyen kaszakő, meg ilyesmi volt, de az durva nagyon. Csiszolóvásznat kellett valamelyik asztalos műhelyből egy kicsi finomat szerezni, és akkor azzal tudtuk élezni. És hát nagy sikerélményekhez juttatott az, hogy a saját kezünkkel melyik tud szebbet faragni, melyik praktikusabb. És ez ott divat volt, hogy egy udvarló fiú azzal fejezte ki, azzal bizonyította a rátermettségét, ügyességét, kézügyességét, szépérzékét, hogy egy szép faragott súlykot készített az imádottjának, amiben a szimbólumrendszer segítségével 1 millió dolgot ki lehetett fejezni, hogy örökre szívembe zártalak, ugye szív, benne egy másik szív berácsozva, akkor különböző termékenységi jelek, mint a tojás, meg, tehát, és a virág, az életfa. Tehát ez valami csoda út, valamilyen szinten mindenki tudott faragni. Székelyföld azon részén, ahol én születtem, ott 6 hónap volt a tél. Az 6 hónap havazó, 6 hónap. A téli időszakban csak a fakitermeléssel lehetett foglalkozni, és az 1-2 hónap alatt azt kimerítették, és akkor maradt idő székelykapukot faragni, bútorokat faragni, mennyezeteket, kopjafákat, és a használati tárgyakat is mind díszítették. Remélem, hogy ma én is elsajátíthatok pár vésési technikát, és elárulsz pár titkot nekem. Én mindent megmutatok, egy komoly alapozást terveztem, hogy bemutatok, a többi az csak rajtad múlik, hogy mennyit szívsz magadban. A szakmákat, a mesterségeket, és különösen az alkotó munkát, azt el kell lopni. Remélem, hogy... Én igyekszem, hogy jól sikerüljön. Én mindent megteszek. Mielőtt vésőt adnál a kezembe, kérlek, mesélj nekem az alapokról. Ez egy kész kopjafa, milyen fából készült? Általában itt a kopjafákat jó esetben kocsánytalan tölgyből készítjük, és ahány centi vastag a keresztmetszete, annyi év természetes száradás szükséges, hogy a fa kidolgozza magát, kirepedezze, kicsavarodjon, feszültségmentes legyen. Az ilyen keresztmetszetű fákat nem lehet mesterséges szárítóba tenni, mert szétrobban. 7,5 centi a legvastagabb, amit szárítóba lehet tenni, tehát nagyon fontos, hogy száraz és kocsánytalan tőd legyen. Itt a faragásokon látom, ezek könyvek, ha jól látom, hold, tulipán. Nap és hold, igen. Nap és hold. Van egy szabályrendszere, hogy hogyan kell összeállni egy mintasornak? A faragásban talán a kopjafának van a legerősebb szimbólumrendszere. Gyakorlatilag
Sok mindent ki lehet vele fejezni, majdnem mindent. Először is a kopjafa, az egy emberábrázolás. A kopjafa úgy épül fel, hogy fej, nyak, törzs, lábrész. A székelyek annyira huncutok, hogy a nyak helyett oda teszik a feleséget, mert hiába, hogy a férfi a fő, általában a feleség forgatja. Azért teszik sűrű nyaknak a... Ezt Lita. Már én is hallottam. Igen. Ami a legfontosabb, és ezt most már nagyon sokan tudják, ismerik, hogy a csúcsdísz határozza meg, hogy milyen nemű embernek faragtuk. Minden esetben a csúcsdísz arra utal, hogy férfi vagy nő. Ebben az esetben férfi, ez nap, gazdag, teljes életet él, református szimbólum is. Tehát azt kell tudni, hogy a szimbólumok, azok nem csak egy dolgot, egy szimbólum nem csak egy dolgot fejez ki, hanem többet, és van olyan, hogy 10 kilométerrel arrébb egész mást fejezett ki, mert úgy épült be a néphagyományba, a köztudatba. Ebben az esetben férfi ember, felesége van, tehát nős volt. Itt van ez a magyar kereszt, székely kereszt. Ez azt jelenti, hogy nemzeti érzelmű, magyar vér zubog az ereibe, igazi, igazi magyarság tudattal élt. Alatta itt van három könyv, ez egy újkori szimbólum, ez a művelt, diplomázott, tanult, olvasott ember, és ezt olyanoknak szoktuk faragni, aki egy picit a szűk környezetét vezette, irányította, tanította. Ezt a szimbólumot olyan esetben használjuk, ha ki akarják hangsúlyozni a székely származást, ugye a székely címerből vett hold nap. Tehát kimondottan azt ki ne hagyjuk, hogy székelyként született, székelyként élt. Alatta ebben az esetben a gyerekei, ez a tulipán bimbó, ez a lánygyerek, kislány, ez a csillag pedig egy kisfiú, és ez vitézséget is jelöl. És akkor itt még lehetne az év gyűrűk, hogy hány évet élt. Amikor a fával kezdesz el dolgozni, mi az első lépés? A fát mielőtt felrajzolom, ezt ezelőtt 4-5 évvel legyalultuk, összehegyeztük, előkészítettük, hogy lehessen szépen rajzolni rajta, ne legyen szőrös, borza, sima legyen. Utána megtervezem, hogy hány szimbólumot kell elhelyezni. Egy 20x20-ason ez arányos, de ennél többet már nem teszünk rá. Nem szabad túlzásba vinni, nem szabad zsúfolni, mert az arányosság meg kell maradjon. Gyakorlatilag a faragás az ott kezdődne, hogy már egy elsős gyerek tudjon meghegyezni egy ceruzát. Egy ágyszeruza az így kellene kinézzen. Kicsit izgulok, mert azt mondtad, hogy elsős gyereknek kérem. De megpróbálom. Így fölfele húzzam? Igen, igen. És az ügyes. Félek. Jó, ez vagy akkor, így is lehet lefele? Ne, hát lehet, de ezt igazán ellenőrzöttem, igazán szakszerűen ezt így kell. Alig-alig. Tehát az a lényeg, hogy pici-pici forgácsot. Uh-huh. Pici-picit. Ez az. És ezt vigyem hosszan. Uh-huh. Az utolsó simítások. Na, hát jösszem, mintha én faragtam volna. A menete az, hogy megtervezem, megrajzolom. Ez nem olyan egyszerű, így ahogy kinéz, mert kell ehhez egy sáskalá. Sáska. Ez mind saját készítésű. Az eszközöket te készíted. Minden, így van. És az a nagyon nehéz, hogy amikor a négy oldalt körberajzolom, ugyanoda érkezzek, ugyanabba a pontba, honnan elindultam. Tehát ha itt én egy fél fokot tévedek az indulásnál, amire ide visszaérkezek, 4x fél fok, az 2 fok lesz. Éppen ezért az a technika, hogy rajzolok így, utána megfordítom, és így is leellenőrzöm, mind a kettő. Tehát itt most kell állítanom ezen egy fél fokot, igaz? Ha a fafaragókról beszélünk, mindenki magának készíti a szerszámait, eszközeit? Székelyföldön jellemző, hogy a szerszámok nagy részét
vagy elkészíti, vagy van egy jó barátja, egy kovács, vagy lakatos, de itt általában az a tapasztalatom, hogy itt megveszik, mert... És te miért készíted? Azért készítem, mert ezelőtt durván 10 évvel, szűk 10 évvel, itt még nem volt ez a műhely, de volt 5 tanuló, akik már hetek óta jártak, és a kopjafafaragást tanítottam, és egyszer azt mondja az egyik tanuló, hogy hát de tanár úr, hát ezekkel a jó szerszámokkal itt most el vagyunk kényeztetve, tele vagyunk sikerélménnyel, de hát hasonlót sem lehet sehol a világon, de még nyugaton sem, mert ugye a kopjafafaragás csak a magyarságra, csak a különösen a székelységre, de a magyarságra jellemző. És ilyen széles 6 centis, meg ilyen szerszámok tényleg nincsenek. Na mondtam, nem vagy gyerekek, kérek 3 hónap türelmet, és ötötöknek egy-egy garnitúra kopjafafaragó szerszám lesz. És körülbelül 1 hónap múlva meglett, és akkor indultam neki, hogy a teljes faragó spektrumot fedjük le szerszámmal, ne csak a kopjafafaragást. És most már tényleg minden szerszáma. De ez csodálatos. Közben jól csinálom? Igen. Jó, nem szeretnék és, itt hibázni. És átfordítom rögtön, és megnézem, hogy jól dolgoztam-e. Tehát ellenőrzem egyúttal. Párhuzamos, én innen nem látom, abból a szögből. Hát egy kicsit talán így lejjebb. Ha ezt körbe rajzoltuk, amint itt is van, akkor jön a bevágás. Tehát keresztirányba, vékony, ilyen 1,2 mm vastag körfűrészlappal bevágjuk, hogy minél vékonyabb legyen az a vonal, kevesebb erő, kevesebb energia, de szebb is, hogyha itt alul lenne egy 3 mm-es szélesség, akkor azt még ki kellene faragni, így pedig olyan szép. A ceruza már sikerült, kipróbálhatom ezt is? A vágást? Legalább mutasd meg. Hagyom elcsábítani magam. Lerögzítettem a fát, így nem van. Mozog. Mit csináljak? Egyelőre néznek, hogy én mit csinálok. Ennek a fűrésznek itt ablak van, tehát belátok, látom a vonalat. Arra kell vigyázni, hogy ez egy szimbólum, és a szimbólumnál mindig meghagyom a szimbólumot, tehát a mellette lévőből veszem el a forgácsolást. Csak eddig lehet bevágni? Nem, végig átvágom, csak nem a vonalon vágom, hanem a vonalat meghagyom annak, aki rajzolta, és itt is meghagyom ezt a vonalat. Értem. Itt is. Tehát a szimbólumot meghagyom éppen. Nagyon fontos, induljak el olyan párhuzamosan ezzel a vonallal, hogy menet közben ne kelljen korrigáljam, mert akkor megszorul a fűrész és leáll. Megpróbálod ezt a vonalat? Uh-huh. Itt fogom, így fogom, és nézem a vonalat. Ja. Az a kis hiba volt, hogy ennek a körfűrésznek van egy asztala, az végig rajta kell feküdjön. A végére te így előre buktattad, tehát nem de egyébként tökéletes. Ja, és nem a jó vonalat vágtad, hanem ezt kellett volna. Azt te mondtad. Jó, tehát ezt kell, és így, tessék. Még egyet? Igen, azt én biztos? Tudom. Hát ma nem ússzuk meg. Jó lett. Jó, pont a vonalom szépen, úgyhogy nem is foglak elengedni, kell nekem ide egy ilyen segédmunkaerő. Szívesen maradok. Igen? Na jó. Utána bevágjuk ezeket a sarkokat, ugye ez a darásfészek lesz, ez az egyik legdíszesebb, legszebb, legnehezebben faragható minta, ez nap, csillagok, világ, mindenség jelentése. Ez a két gépi bevágás, és akkor jönnek a beütések, faragások, de elmegyünk egy másikra, és ott már csináljuk is, jó? Jó. Ezt áttesszük oda, és akkor majd... A szív!
elmondott, hogy egy brigádba dolgoztál vele. Uh-huh. Milyen szerszámra lesz szükség? Kicsit úgy. A szerszámokról érdemes lenne néhány szót ejteni, és meg is mutatom. Ez az egyik legfontosabb szerszám, ez a beütő véső. Ezeknek a vonalaknak a mentén ütöm be, uh-huh. ilyen mélységbe, hogy amikor faragom, akkor ott már legyenek elnyírva a rostok. Na, ez az egyik a faragók alapszerszáma. Ékvéső, 45 fokos, és ilyen apró ütögetéssel, körülbelül ebben a szögben tartom, azért, mert ez most így van élezve, tőgyfához van élezve. És mit jelent az, hogy tőgyfához? Kemény fához van élezve, van hársfa is, azt abból nem faragunk kopja. Aprókat is sér. De fogjad te, fogjad te! És a vonalon belül, és közelebb, kicsit közelebb. Először fog te. Jó, esetleg ezzel a kis ujjoddal, ha ide le tudnál támasztani, ja. Azaz. Igen, és aprókat. Nagyon ügyes, nagyon szép. Ez a faragásnál nagyon sűrűn használt szerszám és faragásfajta. Úgy hívják kontúrozás. Tehát amikor valaminek a kerületét